országunk szellemi örökségére, az épületek értékeire felhívni a nagy közönség figyelmét. Ez a Kulturális Örökség napjai rendezvény célja. A szeptember 3. hétvégéjén megrendezett esemény során országszerte sok száz ilyen épület és helyszín nyílik meg a látogatók előtt. Az idei év témája örökölt üzenet. Örökségünk fizikai valóságában megőrzött üzenete aktuális. Újra gondolása, megélése lehetőség, örökségi és környezeti tudatosságunk növelése érdekében. A dél-komáromi erődök idén is csatlakoztak a programhoz. A monostori, az Igmándi és a Csillagerőd is megnyitotta kapuit. Ez alkalomból a monostori erőd kalandok erődje elnevezésű próbatételekkel, erődtúrákkal és különleges éjszakai kazamata túrával is várta látogatóit. Ez utóbbin a monostori erőd színház társulat is közreműködött. Az erőd udvarán a kalandos próbatételeket egyénileg és csapatban is lehetett teljesíteni. 13 állomás volt. Aki mind a 13 pecsétet megszerezte, bekerült a neve a vitézek könyvébe. Észak-Komárommal érkeztünk, és azért jöttünk, hogy teljesítsük a feladatokat csapatban. Mi a csapat neve? Dark Soldiers, mint sötét katonák. És neked melyik feladat tetszett a legjobban, vagy melyik volt akár a legnehezebb, és miért? Hát nekem a legjobban a légpuskás lövészet tetszett, mert érdekel a lövészet. És a legnehezebb szerintem a kincskeresés volt, mert a rossz irányba indultunk el. Neked melyik tetszett? Hát nekem a lépkedős tetszett, amikor csapatba kellett dolgozni, és szerintem a legnehezebb szintén a kincskeresős volt, mert rossz irányba indultunk, és nem vettük észre a kincseket. Jobb csapatban, mint egyénileg? Hát szerintem csapatban jobb, mert jobban összehozza a csapatot, jobban összekovácsolódik az a két ember, vagy esetleg több. Órakor a Magyarország a NATO-ban című tablókiállítás nyílt meg a Folyosó galérián. A NATO, vagyis magyarul az Észak-Atlanti Szerződés Szervezete 1949. április 4-én jött létre. Célja, hogy a tagállamok minden politikai és katonai eszközt igénybe véve megőrizzék a tagországok szabadságát és biztonságát. Ravasz István alezredes megnyitó beszédében elmondta, a NATO azért jött létre, hogy a Szovjetunió terjeszkedésének gátat vessen, és hogy Európában ne újuljon ki a háború. 1989 után új feladatokat és célokat kellett megfogalmazni. Az első 1-2-3 évben a NATO keresi a saját helyét, hiszen megszűnt a fő ellenség, megszűnt a Varsói Szerződés, megszűnt a Szovjetunió. És aztán kialakul, hogy hol tud a NATO funkcionálni, a békefenntartásban. És hogy a kiállítás tárgya Magyarország a NATO-ban, Magyarországot is itt tudjuk belekapcsolni ebbe a folyamatba, hiszen Magyarország elég régóta részt vesz már a nemzetközi békefenntartásban. Ugye most nem csak arra gondolok, hogy 1973-75 között ott voltunk Vietnámban, de 1988-tól a Sínai félszigeten, Cipruson, pedig akkor még Varsói Szerződésben voltunk, hanem arra gondolok, hogy akkor, amikor
az első olyan NATO béketeremtő és békefenntartó együtt akció kezdődik, ami a közvetlen szomszédságunkban van, ugye a Balkánon, akkor Magyarország már ennek válik az aktív részesévé, noha konkrétan akkor még nem NATO tagállam. Gondoljunk arra, hogy 1996. január 25-én megkötik a daytoni békeszerződést, Magyarország aznap aláírja a csatlakozását a balkáni békefenntartó kontingenshez, megalakul az IFOR, az IFOR-on belül pedig egy magyar műszaki kontingens, egy zászlójelű alakulat megy ki, hidakat épít, stb. Ezt már gondolom televízióból, sajtóból mindenki nagyjából el tudja helyezni. Ettől kezdve Magyarország aktívan részt vesz a nemzetközi békefenntartásban, a NATO kötelékén belül, bizonyos esetben a NATO-n kívül is lesz Afganisztán, de ez most egy másik téma. És tulajdonképpen a NATO-nak ezzel a harmadik szakasza megkezdődik, és a harmadik szakaszt éljük. Nevezzük ezt a jó értelemben mondom egyfajta világcsendőri szerepet visz most a NATO. Még egyszer mondom ezt, hogy világcsendőri szerep, teljesen jó értelemben mondom, mert az, hogy valahol béke legyen, az nem lehet rossz. Annál a háború csak rosszabb, főleg egy polgárháború. A tablókiállítás megnyitója után egy csata jelenetet nézhettek meg az érdeklődők a II. Világháború végéből. A 60-70 résztvevő magyar, német és szovjet katonának öltözött be. A történet szerint szovjet felderítők egy magyar őrsöt támadnak meg. Ezt a támadást visszavetik, de jön egy nagyobb támadás is. A magyarok vagy visszavonulnak, vagy feladják a harcot, mert elfogy a lőszerük, és kevesen vannak. Csatában 7 hagyományőrző egyesület vett részt, köztük egy felvidéki és egy cseh egyesület. A katonák természetesen ideiglenes nemzetiségüknek megfelelően magyar, szovjet és német egyenruhát viseltek. Ez egy magyar királyi honvédtiszti egyenruha, egészen pontosan 1936 mintájú. Ez látható, hogy ez egy nyári viselet, mert egy vékonyabb, tehát nem posztóból van, a nadrág az viszont posztóból van, és hát csizmával, hát ez kétféle módon lehetett, még birgeli csizmával is lehetett ez a fűzős magyar bakancs. Hát nyilván a elmaradhatatlan magyar pisztolytáska, illetve a térképtáska, ami azért mindig is kellett, mert az iratokat, egyebeket abba tartottuk, térképeket, ilyesmiket, írva felszerelés, stb. De tiszt körülbelül mindegy milyen rendfogadatú, hogy körülbelül ilyen felszerelésen rendelkezik, plusz valamilyen fegyverrel, tehát egy félautomat, egy automata fegyverrel. A sok érdeklődőt vonzó katonai bemutató után ismét a művészeté volt a főszerep. A folyamcsoport korábban Dunapart alkotótelep 5. tárlata a monostori erőd tanács termében nyílt meg. Öt év után bátran kijelenthetjük, hogy a csoport kiállításai egyre színvonalasabbak. Nem nagyon látszik rajtuk, hogy esetleg nem jó körülmények között jöttek létre ezek az alkotások, mi minden dacára, sőt ellenére. A folyam, ahogy a valóságban is, természetesen sokfelől és sokféle részletből áll össze és halad valami felé. Bár Kassák szerint a művészetnek nem célja, hanem oka van. És célja nem is a megérkezés, véleményem szerint sokkal inkább maga az úton levés, hogy egy másik irodalmi párhuzammal élünk. Az itt kiállító alkotók a tárlat tanúsága szerint jól érzik magukat az úton, önként vállaltan és nagyobb kötöttségek nélkül utaznak. A folyamcsoport alkotói Tejeda Erika, Kálai Anna Nóra, Sánta Tibor, Hegedűs Anna, Kovács Zoltán János, Kis Marian, Fark László, Nagy Imre, Halász Gergely, Kovács Nikolett, Trencsényi Stella és a csoport a kiállítás életre hívója Gábor Éva. Let him stay in bed,
Surmise for free that the boy who feels cat could be out of.